Köszöntöm Önöket, ez a KVTV híradója. Április 23-án a Kazincbarcikán és a térségben történt legfontosabb események összefoglalójával. Munkahelyteremtés svájci pénzből, összesen 110 millió forintra pályázhatnak a vállalkozók. Korszerűsítés, megkezdődött a kazincbarcikai szennyvíztisztító telefejlesztése. Civil és sportegyesületek támogatása, pályázatot írt ki Kazincbarcika önkormányzata. Tavaly szeptemberben kezdődött és egy évig tart a kazincbarcikai szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A létesítmény modernizációjára és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekre több mint 2 milliárd forintot fordíthat az önkormányzat, melynek nagy része Európai Uniós forrás. Munkagépek dolgoznak a kazincbarcikai szennyvíztelepen. A beruházásra, ami szeptemberben indult, azért volt szükség, hogy a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségét és a fertőtlenítő rendszer hatékonyságát javítsák. A technológiát korszerűsítsék és optimalizálják a biogáz újrahasznosítását. A projekt nyitó rendezvényét április 23-án tartották a szennyvíztisztító telep irodaházának szomszédságában. Az eseményen a kivitelező Diamit ZRT részéről Tamuk István vezérigazgató szólt a programról. Mint mondta, mind neki, mind a Diamitnak kiemelt jelentőségű a barcikai szennyvíztelep modernizálása. Ha úgy tetszik, büszke és boldog vagyok, hogy részesei lehetünk annak, hogy ez megváltozzon, hogy az elkövetkezendőkben ez egy jövőbe mutató, korszerű technológiával működő, és a város ékessége legyen, mint inkább a szégyene az elkövetkezendők. A projekt során számos a kor követelményeinek és környezetvédelmi előírásainak megfelelő egységet építenek be. A meglévő gépeket korszerűsítik, az elavult, nem hasznosítható berendezéseket pedig lebontják. Megújul a központi irányító épület is, valamint Kazincbarcikán több helyen új csatornahálózatot építenek ki, a műszakilag elavult szakaszokat pedig felújítják. Bárány István az ERV műszaki igazgató helyettese mérföldkőnek nevezte a beruházást a cég életében. Ez egy régóta várt beruházás, ami most majd megvalósul. A mi szempontunk ugye a maximális üzembiztonság biztosítása, és olyan berendezések lesznek ilyen módon üzembe helyezve, ahol az elvárt és teljesítendő környezetvédelmi határértéket a kibocsátott szennyvíz tekintetében maximális terhelés esetén is képes lesz biztosítani majd a telep a műnek az üzembeálltával. A korszerűsített szennyvíz tisztító telep, valamint a meglévő és újonnan kiépített csatornaszakaszok működtetését a jelenlegi üzemeltető, vagyis az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT végzi majd. Szitka Péter Kazincbarcika polgármester a híradónak azt mondta, a szennyvíz tisztító telep műszaki állapota régóta megkívánt egy teljes rekonstrukciót, így a fejlesztés az egész város érdekét szolgálja. Egy pályázat révén egyébként, ami ugye meghaladja a 2 milliárd forintot, egy olyan technológiát kap Kazincbarcika ezen a telephelyen, amely tulajdonképpen mind a szakma, mind nemzetközi elismerések mentén is kimagasló hatásfokkal rendelkezik. És hogy egyébként maguk a városlakók hogyan fogják ezt érzékelni, nem csak azt fogják tudni, hogy egy ilyen remek kis gyöngyszem van tulajdonképpen itt a városunk határában, hanem igazából azok a kellemetlen szakhatások, amelyek tulajdonképpen már hosszú évek óta zavarják a városba beérkezőket, itt az új kazinci városrészen élőket, és természetesen azokat, akik amerre fúj a szél, éppen ezt tapasztalják. Nos, ez meg fog szűnni ezen beruházással. A Kazincbarcika város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések projekt várhatóan szeptember 30-án zárul, melyet követően mintegy 6 hónapos próbaüzem veszi kezdetét. A projekt nyitó rendezvénye a Kazincbarcikai összevont óvodák kertvárosi tagóvodájának földnapi műsorával zárult. Még idén megvalósul a térség első szennyvíz iszap komposztálója. A fejlesztés csak nem 800 millió forintba kerül, melynek 95%-át az Európai Uniós forrásból biztosítja az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek. Ez az anyag az úgynevezett szennyvíz iszap. A szennyvízkezelés végtermékét jelenleg többnyire hulladéklerakókon tárolják a vízművek. Az ERV azonban már csak néhány hónapig, ugyanis az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program támogatásával a cég egy olyan komposztálót létesít, mely mezőgazdasági felhasználásra alkalmas biomass szuper ERV komposztot állít majd elő.
A projektnyitó sajtótájékoztatón Hudák József, az ERV divízió vezetője elmondta, a cég évek óta elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért is jelentős számukra a komposztáló létesítése, melyet éppen a Föld napján jelenthettek be a nagy nyilvánosságnak. Csökkentjük a hulladék mennyiséget. Csökkentjük azt a mennyiséget, amit korábban nagyrészt hulladéklerakón helyeztünk el, ezt az anyagot, ami hulladéklerakóra került. Ezzel az anyagmennyiséggel tudjuk csökkenteni magát a környezetnek a terhelését, illetve ezzel az anyaggal egy hasznos folyamatot tudunk elindítani gyakorlatilag a föld élővilágába, illetve a talaj élővilágába, ami által a mezőgazdasági termelésnek kevesebb műtrágyát kell felhasználni. Mindez első hallásra furcsának tűnhet, a szakemberek szerint azonban a megfelelően kezelt kommunális szennyvíziszap kiváló hasznosítási paraméterekkel rendelkezik, nem csak a hazai, de a szigorú EU-s előírások szerint is. A Kazincbarcika berentei térségi szennyvíziszap komposztálóban elkészültét követően évi 3500 köbméter kommunális szennyvíziszapot fognak a műtrágyát kiváltó anyaggá alakítani. A projekt összköltsége több mint 783 millió forint, melyből 744-et keopos forrásból az Unió biztosít. A komposztáló várhatóan idén szeptemberre készül el. A vállalkozások munkahelyteremtését támogatja a svájci hozzájárulási program a kazincbarcikai kistérségben. A pályázat harmadik körében mintegy 110 millió forintra lehet pályázni a vállalkozóknak. Május 18-ig nyújthatják be igényüket a vállalkozók a svájci hozzájárulási programban meghirdetett pályázatra. A vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a kazincbarcikai kistérségben című pályázat második körét tavaly májusban hirdették meg, ahol 10 a kazincbarcikai járásban működő vállalkozás jutott közel 75 millió forint fejlesztési forráshoz. Immáron harmadik alkalommal kerül meghirdetésre egy olyan pályázati forrás, amely olyan projektötleteket vár itt helyi szinten kis- és középvállalkozások részéről, amelyek nem csak a foglalkoztatásban érnek el markánsat és tartósat itt helyi szinten Barcikán, hanem valami olyan értéket teremtenek, amelyben szintén a maga a város is, és mi is ugye gazdagabbak leszünk. A beadandó pályázatokról konzultálni három alkalommal. Április 24-én, május 6-án és május 13-án lesz lehetőség. Jelentkezni és időpontot kérni a pályázati alap kukac.kazincbarcika.hu címen lehet, legkésőbb három nappal az adott dátum előtt. A levélben jelezni kell, hogy mely időpontot vagy időpontokat kívánják igénybe venni az érdeklődők. Magam is arra biztatok minden olyan vállalkozót, minden olyan vállalkozó kedvű személyt, aki ezzel érni akar, hogy az kutassa át, nézze át a pályázati feltételeket, és ha van olyan ötlete, amely tulajdonképpen erre akár magának a feltételeknek is megfelel, illetőleg nyilvánvalóan valami olyat teremt, ami egyébként jó a városunknak, akkor az éljen a lehetősége és adja be minél hamarabb a pályázatát. A pályázatokat legkésőbb május 18-án délután 3:30-ig lehet leadni a kazincbarcikai polgármesteri hivatalban. A pályázati felhívás dokumentumai elérhetők a www.kazincbarcika.hu honlapon. A civil szervezeteknek 4 millió, a sportegyesületek számára pedig majd 5 millió forintos támogatási forrás biztosít a kazincbarcikai önkormányzat. Erről döntött a Városi Képviselőtestület legutóbbi ülésén. A pályázatokat május 4-ig lehet benyújtani. Kazincbarcika városa évről évre támogatja a város kulturális és sportéletét. Tavaly például 24 civil szervezetet összesen 3,5 millió forint támogatásban részesített. A sportegyesületek pedig szintén pályázati úton 5 millió forintos támogatást kaptak ebben a kategóriában, 16 szervezet részesült önkormányzati juttatásban. A tavalyi esztendőben került megrendezésre az első modellező nap Kazincbarcikán, hiszen az egyik civil, illetve sportszervezet pályázati úton részesült olyan támogatásban, amiből ez megvalósulhatott, de például kiemelhetem azt is, hogy ennek a támogatásnak az igénybevételével értek el szép eredményeket a teniszezők Kazincbarcikán, vagy akár a tájboxolók. A városatyák múlt heti döntése szerint idén is jelentős támogatásra pályázhatnak a sport és civil szervezetek. A civilek támogatására 4 millió, a sportegyesületek segítségére pedig 4,9 millió forint támogatási forrás áll a pályázók rendelkezésére.
A pályázat kiírását követően május 4-ig van ideje a sportegyesületeknek és a civil szervezeteknek, hogy a nagyon egyszerű adatlapokat és a kiegészítő mellékleteket benyújtsák Kazincbarcika város önkormányzatához. A benyújtott pályázatokról a testület illetékes szakbizottsága dönt. A részletes pályázati kiírást, annak benyújtásának és elbírálásának feltételeit Kazincbarcika város hivatalos honlapján találják meg a civil szervezetek és sportegyesületek támogatása link alatt. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a polgármesteri hivatalban, illetve a képernyőn is látható telefonszámon kérhető. 2015. április 16-án és 17-én zajlott a tanköteles korú gyermekek általános iskolai beiratása. A Tompa Mihály Református Általános Iskolába 47 tanuló nyert felvételt, itt szeptembertől matematika és angol nyelvi orientáltságú osztályokban kezdhetik meg a tanulmányaikat a gyerekek az egyházi iskolákban. A kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskolába 235 tanuló iratkozott be az első osztályba, így a város területén 10, a Szuhakálói tagiskolában pedig egy osztály beindítása valósult meg. A 2015-16-os tanévben tehát 282 kisdiák kezdheti meg a tanulmányait a városiskoláiban. Műhelybeszélgetésen tárgyalták a szociális szférában dolgozó helyi szakemberek a hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének lehetőségeit április 21-én az Újkazinci program szigeten. A program a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ segítségével érkezett a városba. Az úgynevezett február 3-a munkacsoport 2006 óta minden évben egy 30 kérdéses interjú segítségével méri fel a hajléktalanok helyzetét az országban. A nevéből adódóan is mindig február 3-án elvégzett kutatáson többek között arra keresik a választ, hogy az adott esztendőben hány fedél nélküli éjszakázik szállón vagy az utcán, de demográfiai mutatókat is mérnek. A keddi műhelybeszélgetés első felében az idei adatokat, illetve a korábbi évekhez képest történt változásokat is ismertették. A második részben pedig egy speciális téma, amit most ugye egy második körben fogunk megbeszélni. Ez egészen pontosan arról szól, hogy kik azok az emberek, akik el tudják hagyni ezt a hajléktalan ellátó rendszert, és kik azok, akik nem, és vajon miért. Gurály Zoltán a KVTV érdeklődésére elmondta, fontos az, hogy a szakemberek válaszokat kapjanak arra, hogy pontosan miért nem képesek sokan elhagyni a hajléktalan ellátás rendszerét, ugyanis ezeket az adatokat a társadalmi és munkaerőpiaci integrációjukat segítő programok tervezésekor is fel tudják használni. Márpedig 2008 óta számos olyan uniós forrásból megvalósuló projekt jött létre, melyek elsősorban azt tűzték ki célul, hogy a hajléktalan személyeket közvetlenül albérletbe vagy lakhatásba segítse. Nagyon jó eredményeket tud felmutatni ez a típusú hajléktalan megsegítése pályázat, mivel hogy azok a hajléktalanok, akik be vannak vonva a programban, mintegy 75%-uk meg tudja tartani az önálló lakhatását a program befejezését követően is. Nagyon sokan munkát találnak, tehát azokat az akadályokat, amelyek szükséges ahhoz, hogy vissza tudjanak illeszkedni, a program sikeresen tudja ebben őket megerősíteni. A műhelysorozatot az ország számos pontján megrendezik annak érdekében, hogy a szociális szférában dolgozó szakemberek minél pontosabb képet kapjanak a fedél nélkül élők helyzetéről úgy térségünkben, mint az országban. 201 évvel ezelőtt született Egressy Béni. Az évfordulóra Isten tisztelettel és a zeneszerző emlékoszlopának megkoszorúzásával emlékeztek a Kazincbarcika alsói református templomban április 19-én vasárnap. Egressy Bénire, a város híres szülöttére minden évben megemlékeznek Kazincbarcikán. A zeneszerző 201 évvel ezelőtt, április 21-én született Sajó Kazincon, majd a kazincbarcikai alsói református templomban keresztelkedett meg. A gyülekezet lelkipásztora Tóth Sándor szólt Egressy Béniről az Isten tiszteleten. Az a szabadság, amiről ott az 1848-as ifjak, köztük Egressy Béni is álmodtak, az nem egy politikai dolog volt, hanem a szív
szívnek a belső állapota, a szív belső állapota. Mert lehetünk mi szabadok külső módon bármelyik nagyhatalomtól, ha a szív nem szabadult meg a bűntől, és ha Isten meg nem talált. Akkor mindegy, milyen hatalomban fölöttünk, mert a lényegi kérdésben, vagyis belül a szívünkben nem vagyunk szabadok. És a szívszabadság fontosabb a külső szabadság. Az ünnepséget követően a templomkertben található Egressy Béni emlékoszlopánál Kazincz Barcika önkormányzata, az Egressy Béni Városi Könyvtár, a Barcika Art Kft. És a gyülekezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Don Bosco 200 címmel nyílt tárlat a Gimi Galériában április 20-án. A különleges kiállításon a Mi bőröndünk, a te ötleted, országos vetélkedőre készített alkotásokat tekinthetik meg az érdeklődők. Don Bosco ezermester bőröndje. Ezt hirdeti a felirat. A táska tartalma azonban nem mindennapi. A szalézi rend elevenedik meg benne, a Mi bőröndünk, a te ötleted országos vetélkedőnek köszönhetően. A pályázat célja az volt, hogy a szalézi rend nagyjait csomagolják be a diákok egy utazó bőröndbe. Ezekkel a különleges alkotásokkal a 200 éve született Bosco Szent János előtt tisztelektek a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kiállító termében. A nyitó ünnepségen Petrúci Gábor, az intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Rajesh atya méltatta Don Boscót. Szeretnénk hálát adni Istennek gondviseléséért, amely még napjainkra is hatással van. A szalizi karizma Isten ajándéka az egyháznak és az egész világnak. Don Bosco által, aki a fiatalokkal eltöltött minden napokon keresztül formálódott. A bicentenáriumi év alkalmából rendezett kiállításon azoknak az alkotásoknak egy része tekinthető meg, amelyek a Mi bőröndünk, a te ötleted országos vetélkedőre készültek. A pályázat megálmodója a kiállítás fő üzenetét tolmácsolta a vendégeknek. Don Bosco kincse és a szalézia kincse a fiatal. Fiatalok nélkül nincsen Don Bosco szalézi társasága. A fiatalok értetik az atyákat és a testvéreket. A pályázatra beérkezett 33 műből 5 darabot a barcikai gimnazisták készítettek. A csak nagyítóval megtekinthető miniatűr bőrönd a második helyen végzett. A lila bőrönd, amiben Sándor István költözött, pedig közönségdíjas lett. A különleges alkotásokat május 11-ig a Gimi Galériában tekinthetik meg az érdeklődők. 20. alkalommal rendezték meg április 18-án a Nemzetközi Egressy Béni Vers és Prózamondó versenyt a Dózsa György tagiskolában. A megmérettetésen csaknem 200 diák vett részt, köztük sokan határainkon túlról érkeztek. A Nemzetközi Egressy Béni Prózamondó versenyt 1995-ben rendezték meg először, és már akkor is részt vettek a rendezvényen határon túli diákok. Az idei 20. versenyen összesen 176-an indultak, köztük 122-en a határon túlról. A rendezvényen előbb Bulláné Farkas Beáta, a tagiskola tanára adott zenés, majd a Fáklyafüst formáció verseszenés műsort. Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, a 2 évtizedes múltra visszatekintő verseny nem csupán azért fontos, mert a település szülöttje Egressy Béni előtt tiszteleg, hanem mert lehetőséget ad egyben az iskolák közötti kapcsolatteremtésre. Határon belül és határon túlról egyaránt magyar emberek, magyar gyermekek, diákok együtt lehetünk, és ezzel is kifejezhetjük nemzetünknek az egységét, és természetesen kifejezhetjük magyarságtudatunkat, és ezáltal is erősíthetjük a nemzeti öntudatunkat. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott Dienes Máriának, a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma vezetőjének, hogy 20 éve folyamatosan felvállalja a vers és prózamondó verseny megszervezését. A versenyen 10 kategóriában vettek részt 7 és 18 év között diákok az Encsi és a Kazincbarcikai térségből, valamint Szlovákiából egyebek mellett Rimaszombat, Rozsnyó vagy Tornalja környékéről. A versenyzők 8 helyszínen szakmai zsűri előtt bizonyíthatták tehetségüket, a legjobb eredményt elérők oklevelet és értékes könyvcsomagot kaptak, de minden induló egy emléklappal és élményekkel térhetett haza.
Ritmikus gimnasztika regionális döntővel emlékeztek Bercik Sárára, kidobós verseny a KSK-ban. 1-1 az állása a férfi röplabda NB1 bronzcsatájában, és újra győzött idegenben a KBSC. Sporthíreink következnek röviden. A tornacsarnok adott otthont a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya által megrendezett Bercik Sára emlékverseny regionális döntőjének április 17-én. A megmérettetésen közel 100 barcikai és egri versenyző lépett szőnyegre három kategóriában, a híres magyar mozdulatművész és mesteredző tiszteletére. A rendezvényen jelen volt Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere, és Klimon István alpolgármester is, akik legmélyebb tiszteletüket fejezték ki a versenyzők és a szervezők iránt. Első alkalommal rendeztek kidobós versenyt április 18-án Kazincbarcikán. A klasszikus játék modern változatában 6-8 fős csapatokat vártak a szervezők. A verseny szabályai hasonlók voltak a népszerű gyerekjátékhoz, itt azonban az egymással megmérkőző csapatoknak volt csapatkapitánya, akik akkor léptek csak előre, amikor már minden társukat kidobták. A mérkőzést az a csapat nyerte, aki a meccsek során több ember dobott ki. Szoros mérkőzésen 3-0-ra nyert a Vegyészerci a Dák csapatával szemben április 18-án a tornacsarnokban. A férfi röplabda NB1 bronzmérkőzésének első összecsapása szorosnak bizonyult, a dági KSM mindhárom szedben néhány ponttal maradt csak le a hazaiaktól. A második fordulóban a Barcika idegenben játszott, ahol 3-1-re győzött a Dág, így az állás döntetlen a bronzmérkőzésben. A következő összecsapás április 25-én lesz a tornacsarnokban, este fél 6-tól. 1-0-ás győzelmet aratott a KBSC a Hajdúböszörmény csapatával szemben április 18-án a férfi labdarúgás MB3 keleti csoport 23. fordulójában. Két döntetlent követően idegenben sikerült győzedelmeskedni a Kazincbarcikának, így megtartotta negyedik helyét a tabellán. A következő mérkőzés április 25-én lesz Nyírbátorban. A KVTV híradóját látták, friss információkkal legközelebb április 30-án jelentkezünk. Műsorainkat, híreinket a www.barcikaart.hu oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!